kutatási, oktatási, képzési és fejlesztési célból kötött együttműködési megállapodást a Selye János Diáklabor pályázat kapcsán a Pannon Egyetem, az Ipari Technikum és a Charles Lever Laboratories Hungary Kft. Június 24-én. A megállapodás tudomány népszerűsítő céllal jött létre. A Pannon Egyetem számára a fenntarthatóság, illetve hát az ismeretterjesztés kiemelt fontosságú, ezt azt gondolom, hogy az elmúlt években megmutattuk, és emellett számos olyan középiskolákkal közös programban vettünk részt, ahol aminek a cél egyrészt a diákok érdeklődésének felkeltése, tudásuk bővítése, illetve hát az egyetem és a tudomány iránti érdeklődés felkeltése volt. Most ez az együttműködési megállapodás ezeket a törekvéseket egyesíti, hiszen a leghatékonyabban az ismeretterjesztés az részben a pedagógusokon keresztül valósulhat meg, részben pedig azon diákokon keresztül, akik már valamiféle érdeklődést mutatnak adott disziplina, adott tudományterület, vagy úgy általában a fenntarthatóság kérdése iránt. És hát ez az együttműködés, amely ugye hát mondhatni folytatása köztünk régóta fennálló jó kapcsolatnak és szakmai együttműködésnek, és még hogyha itt most a leköszönés kapcsán is szinkronba vagyunk egymással, az alapításnál is szinkronba voltunk, hiszen az intézményeink egy időben kerültek alapításra, és ugyanúgy most ünnepeljük a 75. születésnapunkat mindkét intézmény, és egymástól nem is kell mondani, néhány száz méterre vagyunk, és nagyon komoly átfedés van a szakmai portfóliónk között. Úgyhogy ez az együttműködés megállapodás kibővítve a Charles River Kft.-vel, amelyhez szintén nagyon soros szakmai szálak fűznek bennünket. Nem utolsó sorban Balázs, aki egyébként nem tudom miért nem doktor, hogyha már itt mindenki, vagy én is az vagyok véletlenül, akkor hát ő ugye a Veszprémi Akadémia Bizottság titkáraként tevékenykedett, és hát most is szoros szakmai kapcsolatban vagyunk a céggel, és hát nagyon sokan köztünk végzettek közül dolgoztak a cégnél. Úgyhogy itt mindenkivel tulajdonképpen baráti viszonyban vagyunk, és ez szakmai kapcsolatban, és hát ezt a szakmai kapcsolatot akarjuk egy konkrét program kapcsán, amelyet most nem mondok el, mert akkor másoknak nem marad mondani valójuk, megvalósítani ennek a úgy tetszik kibővített együttműködésnek a keretében, és hát én egész biztos vagyok benne, tekintettel az előzményekkel, az intézmények jó kapcsolatára és szakmai múltjára, meg hát ennek az együttműködés tartalmának a fontosságára, hogy ez egy sikeres program lesz, amelyből nagyon sokan a régióban élők közül nagyon sokan profitálhatnak, és hát ezen keresztül nyilván ez az intézményeink számára sem közömbös, hogy ennek az eredményei hogyan fognak a valóságban érvényesülni. Egy pályázatban vagyunk benne, ez a Selye János diákpályázat, diáklaborpályázat pontosabban. Ezt a pályázatot azon iskolák számára írták ki, amely iskolák annak idején 2014-ben az öveges laborpályázatban részt vettek. Ebben mi részt vettünk annak idején, és hát valójában az öveges labor az azóta is pályaorientációs céllal működik az iskolánkban, ami azt jelenti, hogy heti egy napot általános iskolás gyerekek jönnek az ipariba, ahol fizika, kémia és biológia gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt. Ez a pályázat, ez az öveges pályázat, ez már ugye több mint 10 éves, és az új kiírás, ez a Selye János laborpályázat, ez az öveges laborok továbbfejlesztését célozta meg, egyfelől eszköz igényel, másfelől pedig új feladatok kitűzésével. Magát a pályázatot úgy írták ki, hogy konzorciumoknak kellett pályázni, azaz több öveges diáklabornak kellett összefognia. A Veszprémi Szakképzési Centrum, mint konzorcium vezető, végül is 4 iskolát pont be ebbe a pályázatba. Konzorcium vezetőként magát az Ipari Technikumot, ezen kívül Veszprémből a Vetési Albert Gimnáziumot, Tatárról az Eötvös József Gimnáziumot, és Fonyódról a Mátyás Király Gimnáziumot.
Ez a négy iskola közösen adta be a pályázatot, illetve hát közös programjai is vannak ennek a pályázatnak. Például ennek keretében márciusban volt egy nagyon izgalmas ilyen diákkonferencia, ahova külföldi partnereket is hívtunk meg, mert hogy az is része a pályázatnak, hogy a konzorcium vezetőnek nemzetközi kapcsolatot kell építeni. Így Trevisóból, Olaszországból a Max Planck Műszaki Líceum diákjai jöttek el hozzánk, illetve a konzorcium többi iskolának a tagjai, és akkor egy angol nyelvű diákkonferenciát tartottak. Ez annyiból is volt unikális, hogy ez volt az ipariban az első teljesen idegen nyelvű szakmai konferencia. És hát Balázs meg tudja erősíteni, hogy eléggé színvonalas és ügyes előadásokkal rukkoltak ki a gyerekek. Magának az egész sejpályázatnak az egyik fő csapás iránya az, hogy kutató munkát végezzenek a tanulók. Ehhez a kutató munkához fejlesztjük a labort, illetve hát különböző programok, projektek futnak. Nem csak az iparis diákok, hanem más, például ugye jártak nálunk Lovasiból vagy Padányiból is diákok részt vehetnek ezekben a programokban. És az is előírása a pályázatnak, hogy ehhez keressünk olyan partnereket, akik ebben tudnak nekünk segíteni. Valójában ezért ülünk most itt. Ugye, ahogy rektor úr is elmondta, a Pannon Egyetemmel már régóta kiváló szakmai kapcsolatunk van, és hát miután természettudományos laborról és természettudományos kutatásokról van szó, természetesen a Pannon Egyetem ebben nekünk tud segíteni, partnerként együttműködni, illetve hát a Charles Riverszel pedig szintén régóta van szakmai kapcsolatunk, akár duális képzés kapcsán, akár nyári gyakorlatok kapcsán sok tanuló, aki nálunk végzett, ott helyezkedik el náluk, és természettudományos irányban ők is támogatják ezeket a kutatásokat. Így végül is ez a háromoldalú együttműködés azért jött létre, hogy ezt a SEJE pályázatban kitűzött célt tudjuk segíteni. Úgyhogy ezúton is köszönöm mind rektor úrnak, mind ügyvezető igazgató úrnak, hogy ebben mellénk álltak. Először is szeretném kifejezni, hogy nagyon boldog vagyok, hogy itt ülhetek. Ennek több oka van. Egyrészt igazából személyesen, mint Veszprémi születésű embernek, illetve Veszprémben évtizedek óta működő cégként, illetve az anyacégünk révén is, ez nagyon fontos nekünk, hogy a helyi közösségeknek részei legyünk, és nem csak látvány szempontjából, hanem aktívan cselekedve is. A korábbi időszakban a lehetőségeinkhez mérten, ahol tudtunk, segítettünk helybeli szervezeteket, illetve oktatási intézményeket. Volt, amikor alapítványi pénzügyi támogatással a COVID idején az egyetemmel jelenleg is van olyan futó támogatási program, ahol hátrányos helyzetű diákok kiemelkedő tevékenységeit díjazzuk. Az iparival is ösztöndi programot hoztunk létre, amit minden évben futtatunk és támogatunk, tehát ez a mostani együttműködés ez nagyon jól illeszkedik ebbe a sorba, és örülök, hogy ilyen formalizált együttműködésben tudunk részt venni. A másik nagyon fontos dolog, hogy mint azt korábban már a András meg az igazgató is említette, hogy a ipariban, illetve a Pannon Egyetemen végzett diákok közül nagyon sokan megfordulnak nálunk különböző pozíciókban, akik középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, azok technikusi pályát tudnak nálunk befutni, az egyetemi diplomával rendelkező emberek pedig akár menedzsment szintű pozíciókat is be tudnak futni a cégnél. Úgyhogy ez nekünk azért fontos, mert elégedettek vagyunk azzal a szakmai nívóval, amit kapunk ezeken az embereken keresztül, és ezt mindenképpen ilyen szinten is szeretnénk visszajelezni mind az egyetemnek, mind pedig az iparinak, hogy az a munka, amit ők végeznek, az megállja a helyét a piacon. A harmadik fontos dolog pedig az, hogy nagyon fontos, és ezt saját személyes példámmal is tudom mondani, meg elnézve a gyerekeimet is, hogy pályaválasztási időszakban a diákok segítségre szorulnak. Tehát vannak teoretikus elképzelései bizonyos tudományágokról, bizonyos tevékenységekről, de nehéz nekik megmutatni vagy megtalálni azt, hogy ez a való életben hogy fog kinézni. Tehát amikor reggel bemegy dolgozni, milyen tevékenységet fog végezni, milyen karrierút áll előtte, hova juthat el egy adott tudás birtokában.
És azért gondoljuk ezt nagyon fontosnak, hogy mi meg tudjuk mutatni a diákoknak a cég látogatásán keresztül, hogy különböző kutatócsoportokat, laborokat bemutatva, az, hogy ha valaki egy vegyésztechnikusi végzettséget szerez, akkor a való életben hogy fog kinézni neki egy munkanapja, mivel fog foglalkozni, és milyen pályát tud befutni, hasonló megfontolások vannak nyilván az egyetemi diplomával kapcsolatban is, egy környezetmérnök, vagy egy vegyész meg tudja találni a helyét egy olyan cégnél, ami nem alapkutatást végez, hanem ipari tevékenységet végez, tehát része a gazdaságnak, külföldi multinacionális partnerekkel dolgozik együtt. Úgyhogy ebből a három aspektusból nézve is nagyon örömteli nekünk, hogy ebbe tényleg formalizáltan részt vehetünk ebben az együttműködésben, és ezúton is szeretném felajánlani a későbbiek során is bármelyik másik Veszprémi Oktatási Intézménynek az ilyen irányú nyitottságunkat és együttműködési hajlandóságunkat. Én talán azzal kezdeném, hogy maga a Sej János Diáklabor, meg ennek az előtt programja, hogy igazgató úr említette, az ötös laborprogram, öveges laborprogram, számomra nagyon jó ötlet, mégpedig pont azért, mivel a pár évtizeddel ezelőtt ugye öveges tanár úr kísérletei, amik azért elég sok kisgyerek látta és nőtt fel rajta, úgymond, megteremtették az érdeklődést, az alapot a természettudományok és az arra épülő műszaki mérnöki tudományok irányába. Nem azt mondom, hogy kizárólag ebből, de ez is rásegített abban meggyőződésem szerint, hogy egy masszív bemenete legyen ezeknek a szakmáknak, akár középfokon, akár felsőfokon. Most eltelt pár évtized, a világ megváltozott, jelenleg nem túl népszerűek sajnos ezek a disziplinák, se középfokon, se felsőfokon. Nem véletlen, hogy van egy nagyon komoly kormányzati szándék arra vonatkoztatva a felsőoktatásra is, hogy növelni kell az MTMI kimenetet, tehát ugye azt szeretnénk, ha minél több diák választaná az érettségi megszerzés után a műszaki, informatikai, természettudományos szakokat szerte az országban. Na most ennek alapvető feltételén azt gondolom, hogy még abban a gyermekkorban, amikor az érdeklődés kialakítható, megismertessük a középiskolásokat, általános iskolásokat arról, hogy mennyire szépek tudnak lenni ezek a tudományterületek, mennyi sok érdekességet lehet a későbbiekben művelni vele. És ez egy bemenetet biztosíthat, ha ezt jól csináljuk, vagy jól csinálják az érintettek, ez egy bemenetet biztosíthat akár a közoktatás, akár a felsőoktatás számára, amiből jól képzett szakemberek tudnak az országnak keletkezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Biztos vagyok benne, hogy sokkal hatékonyabb, mint hogyha pusztán passzív disszeminációval a szavak szintjén szeretnénk meggyőzni az általános iskolásokat, középiskolásokat, hogy nekik az nagyon jó lesz, hogyha természettudományokkal vagy mérnöki tudományokkal szeretnének foglalkozni. A másik, hogy miért fontos az a Pannon Egyetemnek? Itt az előttem szólók elmondták nyilván, hogy persze számos olyan terület van, ami a Pannon Egyetemnek a képzési kutatási portfóliójában megtalálható, sőt, alapportfóliós eleme, gondolok itt a vegyészmérnökség, vegyészet. Igen, nagyon régi a kapcsolat az iparival, kvázi stratégiai, természetes szövetségesei vagyunk egymásnak, de hogy úgy mondjam, nekünk is van egy nagyon önző érdekünk ezzel a dologgal. Minden felsőoktatási intézménynek kulcskérdés az, hogy mennyire tudja fenntartani vagy növelni a szakokra, az általa gondozott szakokra a bemenetet, és ezen belül is kulcskérdés valamennyi mérnöki tudományterületen induló képzésünk, informatikai tudományterületen, és hát nyilván a természettudományokra épülő képzéseink. Nem véletlen, hogy a Pannon Egyetem az elmúlt időszakban számtalan szakképzési intézményen, szakképző centrummal írt alá olyan stratégiai megállapodást, ami pont arra épül, hogy egy picit közelítsük egymáshoz ezeket az intézményeket, az egyetem jelenjen meg a szakképző centrumok, szakképző intézmények képzési modelljében, az utolsó fél évben már tartsanak egyetemi kollégák olyan emelt szintű tárgyakat, amivel megkönnyíthetjük azoknak a középiskolásoknak a dolgák, akik tovább szeretnének tanulni. Ha a Pannon Egyetemet választják, akkor ezek a kreditek beszámításra tudnak kerülni, és hát nyilván egy emelt szintű ismeretanyaggal tudják kezdeni az egyetemi felsőfokú tanulmányaikat. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés ez ugyanebbe a körbe tartozik. Elemi érdekünk az, hogy minél több általános iskolás, középiskolás kapjon kedvet ehhez a területhez, minél jobb alapokat tudjanak megszerezni, és én azt gondolom, ehhez kulcskérdés az olyan cégeknek az együttműködése, mint a Charles River, hiszen
Egy dolog fel kell tenni az érdeklődést elméleti példákon és tantermi kísérleteken keresztül, egy teljesen másik szint, amikor már kisiskolás korban találkozhat azzal a diák, hogy az, amit ő megtanult fizika órán, az mire lesz jó a gyakorlatban a későbbiekben, és én azt gondolom, hogy erre kell ráépíteni azokat az egyetemi kompetenciákat és támogató szolgáltatásokat, hogy amivel egyrészt ezeket a laborprogramokat eredményesebbé tudjuk tenni, másrészt talán nagyobb arányban tudjuk megcsinálni a kedvet a középiskolásokban arra, hogy jöjjenek tovább egyetemre, válasszák a Pannon Egyetemet, és válasszanak maguknak mérnöki, informatikai természettudományt, tehát az úgynevezett MTMI szakok halmazából képzést. Úgyhogy én nagy örömmel fogom aláírni ezt a megállapodást, bízom benne, hogy nagyon sok általános iskolás, középiskolás tud majd ebbe közvetlenül részesedni.